A 2018. szeptemberében megalakult Nincs ott semmi zenekar is színpadra lépett a második szüreti mulatságon szeptember 4-én. Az 5 tagból álló formációnak nagyon fontos volt ez a fellépés, hiszen ez volt az első a pandémiás időszak óta. A Covid nyilván egy erős inspirációt adott mindenféle szempontból, úgyhogy jelenleg elkezdtük az új dalok írását, de már közel egy teljes nagy lemeznyi anyaggal rendelkezünk, úgyhogy lassan a következő lépés az lesz, hogy felveszünk stúdió minőségben egy nagy lemezt. Az, hogy a zenekar hogyan élte meg a pandémiás időszakot, nagyon erős érzelmeket váltott ki belőlük, melyeket dalokba foglaltak. A legújabb Írni rólad az a címe a számnak. Ez most volt a premier. Majd ha elállt, talán visszahozom, ha esik. A Nincs ott semmi zenekart az AV Akusztik követte a színpadon. Deák Attila és Szente Vivien közel 2 éve találkoztak egymással és alakítottak egy 6 fős parti zenekart. A Covid ideje alatt azonban a formáció felbomlott, így ketten maradtak. Konkrétan 7 hónapot nem tudtunk zenélni egyáltalán, ami nyilván nagyon megviselt bennünket. Aztán nagyon jó volt újra kezdeni így akusztikusan, viszont most néha hiányzik a zenekaros dobos, basszus, tehát a lüktetés. Néha szoktunk egyébként zenekarban is zenélni, tehát egy 4 fős ilyen kis formációval, de úgy alapjáraton én szeretem ezt a kis kompakt dúót. A 2 fős zenekar már több mint 100 fellépésen van túl, többek között esküvőkre, különböző rendezvényekre és falunapokra hívják őket, ahol akusztikus zenével szórakoztatják a közönséget. Inkább külföldi pop-rock dalokkal foglalkozunk, de ugye így, mivel Magyarországon élünk, tehát a magyar emberek szeretik a magyar zenét, és most ide is leginkább magyar zenékkel készültünk, tehát magyar pop-slágerekkel, amit a rádióban is hallhattok. Az együttes minél több helyre szeretné elvinni az akusztikus zenét, legnagyobb álmuk, hogy a Balaton környéki településeken is felléphessenek.